Utánfutón érkezett adományokat pakolnak a Pécsi Családsegítő Központ udvarán. A nemrégiben megválasztott Baranya női példaképe, valamint a napokban elindult Pécsi Kistérségi Termelői Hálózat elindítója, Ambrein Tamásné miskolci boglárka és férje hozták több autóval a csomagokat. A tartós élelmiszerektől kezdve szalámin keresztül, friss kenyéren át, édességek, ropogtatnivalók, kifejezetten egészségtudatos élelmiszerek is kerültek a csomagba. Ezen kívül játékok, könyvek, függöny, terítő, ruhák, rengeteg ruhát kaptunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg minden szerepel. Emellett tisztító és tisztálkodó szereket is tartalmaznak a felajánlások. Ezeket cégek, de zömében magánszemélyek adományozták. Boglárka és családja számára mindig is fontos volt mások megsegítése és az egészséges életmód. Ezért is csatlakoztak a Pécsi Család és Karrierpont adománygyűjtő felhívásához. Mi ezt a kampányt úgy is hirdettük meg, hogy ezt a csomagot otthon a meglévő, esetleg most felhalmozott tartós élelmiszerekből bárki össze tudja állítani, és hogy vonjuk be a gyerekeket, és ezt is nagyon fontosnak tartottuk, hogy lássák azt, hogy ugyan most minden családnak nehezebb, mint a vírus előtt volt, de vannak olyan családok, akiknek nagyon nehéz, és ha tehetjük, akkor segítsünk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó nevelési módszer is, hogy lássák azt, hogy igenis nagyon fontos, hogy segítsünk a rászorulóknak. A hatalmas mennyiségű élelmiszerből, játékokból és tisztítószerekből álló csomagokat pécsi rászoruló családok között osztják szét. Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai az év minden részében végeznek ilyen feladatokat, most azonban különösen nagy szükség van a segítségre, tudtuk meg az igazgatótól. Ebben az időszakban, tehát a járványügyi időszakban 670 megkeresés érkezett, aki valamilyen adományra szorul. Ugye az adománynak a jelentős része, akik azok élelmiszer lett, amit igényelnek, de megjelent a digitális oktatásból kifolyólag olyan informatikai eszközök is, amik az otthoni tanulást tudnának segíteni. A most beérkezett adományokat a napokban ki is szállítják a családoknak. Ezután továbbra is várják az önzetlen adakozók felajánlásait, legyen az élelmiszer, játék vagy bármilyen digitális eszköz.